Ezrek tüntettek vasárnap Madridban a Pedro Sánchez miniszterelnök által a katalán szeparatista vezetőknek nyújtott amnestia miatt. A baloldali kormányalakítást lehetővé tevő megállapodás ellen már harmadik hete demonstrálnak, de míg az első megmozduláson 170 ezeren vettek részt, a mostanin kevesebb, mint 10 ezeren. A tüntetésen beszédet mondott a választáson legtöbb mandátumot szerzett, de kormányt alakítani nem tudó néppárt vezetője, Alberto Núñez Feijóo.